A Metalobox 97-ben indult kétfős vállalkozásként, azóta a fém öltözőszekrények piacvezető specialistájává nőtte ki magát. Piaci részesedésük ezen a területen Magyarországon eléri a 80%-ot. Éves forgalmuk közel 2 milliárd forint. Jelenleg 85-en dolgoznak a cégnél, közülük Magyarországon 50-en, a többi munkatárs Szlovákiában, Szerbiában, Horvátországban, Szlovéniában és Romániában segíti működésüket. A mostani 750 milliós beruházás újdonság a cég életében. Egy inkubátorházat és két raktárcsarnokot hoztak létre kezdővállalkozások számára. Az összköltségből 330 millió forint EU-s pályázati pénz. Reális vállalásokat tettünk, az elvárások is reálisak voltak. 9 vállalkozást kell a két épületben 3 év alatt elhelyeznünk, és minimum 65 munkahelyet kell ilyen értelemben a parkba vonzanunk. Úgy gondolom, hogy ez azért teljesíthető, még a mai nehéz körülmények között is. Számtalan lobby tevékenység zajlik a helyi vállalkozók részéről, hogy minél szorosabb együttműködést alakítsanak ki az önkormányzattal, mondta Cserpalkovics András. A környezeti fejlesztés pedig érdeke az önkormányzatnak, hiszen amellett, hogy munkahelyeket létesít, bevételt is hoz a városnak. Minden ilyen beruházás az elsősorban munkahelyet jelent, tehát az, hogy egy ilyen üzleti park majdan ide betelepülő vállalkozói körülbelül egy 60 új munkahelyet fognak létrehozni ismételten Székesfehérváron, azonban ez a legfontosabb szempont. De természetesen jelenti azt is, hogy ez a beruházás miközben megvalósult is már munkahelyeket jelentett az építőiparon belül. Szerencsére nagyon sok fehérvári vállalkozás is tudott itt dolgozni. És jelenti azt is, hogy egy 100%-os tulajdonban lévő Székesfehérvárhoz 1000 szállal kötődő cég tudott fejleszteni, és látott bizalmat a jövő tekintetében. A polgármester azt is elmondta, a város, mint építésügyi hatóság is azon van, hogy a gazdaság élénkítést hozó fejlesztések minél zökkenőmentesebben valósuljanak meg.